a világháborúk csatatereinek, helyi hadműveleteinek és a fasizmus dunapenteli áldozataira emlékeztek a temetőben. A hónap műtárgya sorozatunkban több ezer éves toboz maradványok mesélnek, megkeszi Tamás régész. A Városvédők új telepért egyesület a Waldorf iskola tornatermébe várta az érdeklődőket penész koncertre. A veterán birkózók görögországi világbajnokságán a dunaújvárosiak is remekeltek. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, Dunajváros legfontosabb híreivel jelentkezünk. Dunajváros önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy Minden Szentek és Halottak napja miatt változik a köztemető környékének közlekedése. A Temető utca, Vadvirág utca kereszteződésében minden a temető irányába haladó járművet a Frangepán utca felé terelnek, az autóbuszok, a taxik, valamint a mozgás korlátozottakat szállító járművek kivételével. A Frangepán utca egyirányú lesz a temető irányába, míg a temetőt a temető utcán keresztül lehet elhagyni. Parkolni a környező utcákban és a temetőhöz közeli füves területeken lehet. A Frangepán utcában a menetirány szerinti bal oldalon két kerékkel a járdán történő parkolás engedélyezett. Ebben az időszakban a forgalmi rendet a jelzőtáblákon kívül a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelők biztosítják. Ezen felül az említett időszakban a rendőrség fokozott közbiztonsági ellenőrzést is tart a temetőben és annak környékén. A gépjárművel érkezőktől külön is kérik, hogy a járművek utasterében látható helyen értéket ne hagyjanak. A Volán tájékoztatása szerint a 29-es autóbusz november 1-én és 2-án 8 óra 10-től 19:40-ig 30 percenként közlekedik, amelyek érintik mindkét irányban a temetőt. Hagyomány, hogy a Pentele Baráti Kör Egyesület, a pentelei civil szervezetek, leszármazottak, hozzátartozók, képviselők ilyenkor Minden Szentek és Halottak napja előtt a Dunapentele 20. századi történelmi áldozatai előtt tisztelegnek és lerújják kegyeletüket a köztemetőben lévő emlékműnél. Minden Szentek és Halottak napja alkalmából a Pentele Baráti Kör hagyományosan megemlékezést tart az első és a második világháborús dunapentelei áldozatok emléke előtt tisztelegve. A köztemetői megemlékezésen beszédet mondott Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör Egyesület elnöke, aki elmondta, hogy ilyenkor az áldozatok sokaságára emlékezünk, két emlékműnél összesen 384 nevet olvasva. Mindez kőbevésett emlékezet és fájdalom. Az első világháborúban 650 pentelei bevonuló közül 153 fő soha nem tért vissza. A második világégés pedig 93 pentelei áldozatot követelt, és nagyon jelentős anyagi károkat. 1945-ben, amikor befejeződtek a harcok, itt egy példás helyreállítás történt. Az áldozatok már soha nem jöhetek haza, a családok meg kellett, hogy küzdjenek a férfiak, hölgyek, családtagok hiányával, és ez példással meg is történt. A megemlékezésen részt vett és az áldozatok emlékművénél koszorút helyezett el Barta Endre, Dunajváros humán alpolgármestere. Viszont még inkább szörnyű abba belegondolni, akár egy-két évvel ezelőtt időszakra, hogy amikor kicsit a háborút már másképp érezzük, pont a Dunajváros is egy olyan település, akiknek még befogadtunk menekültek, akik a háború elől menekültek, és nem csak kimondottan a háború elől, hiszen számos olyan férfit fogadtunk itt be Dunajvárosba, aki viszony a behívó elől menekült, hiszen hogy megkapták volna a behívót, mentek volna egy számukra értelmetlen háborúba, teljesen más ezzel a gondolattal visszaemlékezni. Szerintem pedig ezek a szörnyű dolgok, amik így megtörténtek, de amikor az ember egy kicsit testközelből érzi ezeket, egy kicsit másabb, és azt gondolom, hogy pont ez a feladatunk, hogy átadjuk magunknak, illetve mi generációnak és az utánunk lévő generációnak ezt a fajta gondolkozást. A tiszteletadás mellett nagyon fontos üzenet a jelennek és a jövő generációjának, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen és ehhez hasonló tragédiák többet ne fordulhassanak elő, zárta gondolatait Barta Endre.
A köztemetői megemlékezés után a résztvevők átmentek a Pentelei Mentálhigiénés Tanintézetnél található első világháborús emlékműhöz is elhelyezni az emlékezés koszorúját. Néha a legapróbb dolgok rejtik a legtöbb információt. Ezt az állítást támasztja alá az Interciza Múzeum október havi műtárgya is. Dr. Keszi Tamás régész egy bronzkori sírból előkerült fenyőtobozt mutatott be. Nagy karácsonyból került az Interciza Múzeum gyűjteményébe október hónap műtárgya. Egy bronzkori fenyőtobozt mutatott be dr. Keszi Tamás régész. Rövid története, hogy a településen végzett földmunkák során feltártak egy urnasírt, ám a hamvasztás során nem minden szerves anyag égett el. Az urnát és annak tartalmát a régészeti szakkör tagjaival kutatták, ekkor került elő a nem elégett fenyőtoboz. Apró tárgy, ám meg annyi információval szolgált a szakembereknek. Még ritkább az, hogy a fa, amit meggyújtottak a halott alatt, abból valami megmaradt az urnában. Ugye, amikor föltárjuk ezeket az urnákat, akkor általában a nem szerves anyagból készült ruházati elemeket találjuk benne, például fémvereteket, időnként csonttűt, ami nem égett el teljesen a mágián, és hát természetesen a halottnak a csontmaradványait, ilyen kis fehér, megégett csontdarabkákat. És ebben az esetben, Nagy Karácsony esetében, olyan szerencsések voltunk, hogy szerves anyag, vagyis fa maradványokat is találtunk az urnában. A szakember szerint a tárgy erősen utal az emberek környezetpusztító tevékenységére is. Olyan fának a tobozáról beszélünk, amellyel egykor mezőföldön is találkozhattunk, aztán eltűnt. Ilyen fenyőt használtak például a hamvasztások során is. Az égő fenyő illata kézenfekvő volt. Most ennek a külön érdekessége a fenyőtoboznak, hogy ez egy erdei fenyőtoboza. Ez olyan fajról van szó, ami jelenleg legközelebb több száz kilométerre Nagy Karácsonytól fordul elő természetes körülmények között. És természetesen a bronzkori emberek azok nem a bakonyból hozták ide a fát akkor, hogyha el akartak valakit hamvasztani. Ebből az következik, hogy abban az időben ez még egy elterjedt fafaj lehetett. Itt a mezőföldön is. A toboz tehát sok mindenről mesél, ám az információk feltárásához több szakma összehangolt munkájára volt szükség. Ebben természetesen nem én voltam, aki meghatározta, hogy itt milyen fenyőről van szó. Szerencsére Szendrődi Tibor elnézést, aki akkoriban az önkormányzatnál dolgozott. Ő kertészmérnökként megnézte a tobozt, és hát összehasonlított a mai fenyőfajoknak a tobozaival, és ő volt az, aki meghatározta. Tehát az, amikor ilyen apró kis ritka tárgyakról valamilyen eredmény születik, az mindig együttműködésnek az eredménye, különböző tudományterületek, ebben az esetben ugye régészet, illetve kertészettudomány az, amelyik együttműködik, és hát együtt tudnak valami érdekes következtetésre jutni. S ha már szóba kerültek az értékek, a szakembert arról is kérdeztük, vajon meg lehet-e határozni egy ehhez hasonló történelmi emlékértékét. Nem meglepő módon nem. Azonban gondoljunk arra, hogy dr. Keszi Tamás szerint ilyen lelettel, ilyen formában sírból előkerült szerves tárgyal még nem találkoztak. Díjtalan zenei élményre várta a látogatókat a Városvédők Új Telepért Egyesület a Waldorf iskola tornatermében szombaton. Az újtelepi piknik során a rossz idő miatt elmaradt, most azonban színpadon volt a penész együttes. Klasszikus blues és rock, ismerős és évek távlatából is jól csengő dallamok. Elmaradt koncertet pótolt a Waldorf iskolában az Újtelephez is ezer szállal kötődő penész együttes. Mint ismert, az újtelepi piknikre finoman szólva sem szép, napos időben került sor. A zenei élményt azonban az ígéretekhez hűen pótolta a zenekar a mögöttünk hagyott hétvégén, szombat délutáni kezdett el. A formációt Faust Tibor szájharmonikás tolmácsolásában ismerhettük meg. Zenekarunk ez a penész zenekar, de sokan azt gondolják, hogy ez valaminek a rövidítése, mert ugye minden betű után ott van egy pont, de igazából nincs semmiféle jelentősége. A dobos találta ki, ő a zenekarvezető, Maza József, vagy nem árulta még el, hogy ennek van valami jelentősége. Tulajdonképpen klasszikus bluest, rockot játszunk, minden olyan szám belefér a repertoárunkba, amit úgy gondolunk, hogy népszerű. Tehát vannak benne herflis számok, blues számok, de van benne Rolling Stone szám is, vagy War, úgyhogy elég széles a repertoár.
Új telepiek az új telepieknek. Fausz Tibor szerint nem volt kérdés, hogy pótolják az Ámarat koncertet. Mi ketten új telepiek vagyunk, ugye az Imre barátommal, gitárossal, mi ketten új telepiek vagyunk, és úgy volt, hogy 2-3 héttel ezelőtt volt itt egy ilyen új telepi napok, csak elmosta az eső, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt így pótolnánk, akkor játszottunk volna, és akkor most így alakult, hogy akkor pótoljuk be ezt az elmaradt koncertet. S ha már új telep, illetve kötődés, közösség és kapcsolatok, továbbra is fontos a közösségépítés mind a városvédők, mind pedig Tóth Kálmán önkormányzati képviselő számára. Kiemelte, olyan programokat, eseményeket kell itt helyben is szervezni, ahol minden új telepi jól érezheti magát. Azt gondolom, hogy új telepre kell hoznunk olyan lehetőségeket, amikkel még jobban összekovácsoljuk az új telepen lakókat. Most is az együttesben van két új telepi, aki fog zenélni ma este, és azt gondolom, hogy sokan vannak még ebben a új telepen, akik zenélnek, és szeretném őket megismertetni új teleppel, mert szerintem ők sok mindenre képesek ezen a zenén kívül is. Tehát én azt gondolom, hogy közösségi szellemben a mai este is például ilyen még nem volt, hogy itt koncertet ad valamilyen együttes. Azt gondolom, kihasználva az iskolának ezt a lehetőséget, és megköszönöm a Vardorf iskolának azt, hogy megengedte, hogy itt a tornatermet tudjuk használni. Nagyon fontos, hogy egy közösségi helyé kell, hogy alakuljon ez a rendszer. Most nem most áll az eső, így remek koncerttel szórakoztatta a közönséget a Penész Együttes. Új telepen is zajlik az élet, várjuk a következő programok híreit, terveit. Görögországban, Lutraki városában rendezték meg a birkózók veterán világbajnokságát október 17 és 22 között. A magyar válogatott 23 fővel képviseltette magát a viadalon, és persze helyi sikereknek is örülhettünk. Angyal László megismételte a tavalyi eredményét, bronzélemmel zárta a világbajnokságot. Újabb VB sikernek örülhettünk a napokban, ez alkalommal a veterán birkózók világbajnokságáról. A görögországi viadalra a világ szinte minden pontjáról neveztek birkózók. Magyarország egy 23 fős különítménnyel képviseltette magát. A csapatban két dunajvárosi versenyzőért, Angyal Lászlóért és Papp Gyuláért szólíthattunk. Papp Gyula számára azonban szomorú véget ért a verseny, ugyanis a második mérkőzésén válsérülést szenvedett, így végül vissza kellett lépnie a további küzdelmektől. A hatodik helyen végzett. Kint nagyon jól éreztem magam, nagyon jó formában voltam, úgy érzem, és hogy abszolút semmilyen előjele nem volt ennek, hogy most itt egy ilyen lesz. Az első meccs után éreztem egy nagy fájdalmat csak a vállamba. Másodikra felmentem, és ott kénytelen voltam föladni, mert egyszerűen nem bírtam fogni a kezemmel. Angyal László idén is eredményes volt, bár az első mérkőzésén kikapott a későbbi világbajnok orosz ellenfelétől, ezt követően magabiztosan győzte le a dán és bolgár ellenfeleit. Így végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel, megismételve a tavalyi eredményét. Mi, hogy ő volt a legjobb, ezért engem tovább vitt egy úgynevezett vigaszágon, ahol még meg kellett küzdenem egy dán versenyzővel. Őt sikerült 9-2-re legyőznöm, és utána indulhattam délután a bronzmérkőzésen a bronzéremért. Ott szintén egy bulgár versenyzővel kellett megmérkőznöm. 9-2-re sikerült megvernem, nagyon kemény csatában, nagyon kellett küzdeni, mert a végén nagyon-nagyon vadul birkózott, volt sérülésem és a számat szétfejelték, de a végeredményen azt gondolom, hogy mindennél többet ért, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy tavaly eredményemet sikerült az idén is hozni. A világversenyről hazatérő sportolókat az önkormányzat képviselői köszöntötték. Matyovszki Mátyás végig nyomon követte a sporttársai küzdelmeit, és büszke a veteránok teljesítményére. Követtem is az interneten egyébként az eseményeket, és én gratulálni tudok csak a versenyzőknek, nyilván a teljes magyar válogatottnak, de hát a mi két fiunknak pedig különösen. Angyal Laci egy szépen csillogó bronzéremmel érkezett haza ismét, azt hiszem, hogy erősen megsüvegelendő. Papp Gyuszit sajnos egy olyan súlyos vársérülés érte meccs közben, hogy műteni is kell a vállát, ennek ellenére ő is pontszerző helyen végzett, úgyhogy azt gondolom, hogy jövőre ők is újra megpróbálják, de mások is meg fogják próbálni, úgyhogy a hajrá dunaújvárosi birkózás, és a veteránoknak pedig tényleg egy óriási tisztelet.
Büszkeséggel és örömmel gondol a birkózók eredményeire Bartendre alpolgármester is. Azt mondta, mindig jó olyan eredményeket látni, amelyekre az ország és ezzel együtt a város is büszke lehet. Birkózó családnak is azt mutatja meg Dunajversben az erejét, hiszen a kicsiktől a veteránokig folyamatos és szép eredményeket érnek el, illetve azok a felnőttek, illetve a veteránok ugye nem szakadnak el teljesen a sportáktól, sőt, még egy kicsit tapasztaltabb korukban is űzik azt. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp elismerésre méltó, és hát az eredmények is azt mutatják, hogy nem csak űzik, hanem igencsak jól csinálják ezt, ezért mindenképp jár az elismerés és a gratuláció. Nyilván Motyoszki képviselőtársam, aki közülük való, folyamatosan beszámol nekünk ezekről az eredményekről, illetve nyilván őt is jó látni, hogy milyen lelkesedéssel tud erről beszélni, és hogy tényleg milyen jó közösséghez tartozik ő, és ez néha irigyésre méltó, most pedig jó itt lenni és együtt köszönteni vele az eredményes sportolókat. Angyal Lászlótól azt is megtudhattuk, hogy biztosan indul majd a jövő évi VB-n is, amelyet Horvátországban rendeznek majd. Akár egy harmadik bronz, akár egy jobb vagy gyengébb eredmény lesz kilátásban. Mi már így is büszkék vagyunk rá. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.